Bálint Sándor, a 20. század jelentős néprajzkutatója, Szeged alsóvárosi paraszt családba született 1904. augusztus 1-én. Egyetemünkön alakult meg hazánk első néprajzi tanszéke 1929-ben, ahol Solymosi Sándor professzor tanársegédje lett. Majd sokáig a katolikus tanítóképzőben tanított. 1947-ben kapott egyetemi tanári kinevezést a Szegedi Egyetem néprajzi tanszékére. Mélyen megélt katolikus hitéért sok hányattatást szenvedett. 1951 és 1956 között eltiltották a tanítástól, majd egy koncepciós politikai perben 1965-1966-ban nyugdíjba kényszerítették. Ezután írta meg nagy összefoglaló munkáit, a szegedi nemzet néprajzát és a keresztény ünnepek leírását. Néprajzkutatóként a paraszti műveltségnek a nemzeti műveltségbe emelése volt a célja. Számos szemléleti újítást hozott tudomány területén. Szeged művelődés történetének kutatójaként méltán nevezték őt a legszögedibb szögedinek. Az 1970-es években fiatal kutatóként kerültem személyes kapcsolatba vele. Életem nagy ajándéka, hogy munkája folytatására biztatott, hogy negyed századig egykori tanszékén taníthattam, s tanítványaimmal együtt Szegedet a vallási kultúrakutatás területén nemzetközileg elismertté tehettük. Budapesten autóbalesetben érte a halál 1980-ban. Temetése hatalmas néma tüntetés volt a keresztény európai értékeket valló ember mellett a szocializmus embertelenségével szemben. Isten hite alapozta meg hűségét, nyitottságát, szolgáló szeretetét, derűs áldozatkészségét, hatalmas munkabírását. Ez már a szocializmus nehéz éveiben is példaképpé tette. Folyamatban van boldoggá avatása. Amikor az említett perben elítélték, az utolsó szó jogán azt kérte a Jóistentől, hogy ne tudja meg soha, ki juttatta őt ebbe a helyzetbe, nehogy valami rossz érzést támadjon szívében iránta. Ilyen tiszta ember volt. Készült a Szegedi Tudományegyetem centenáriumának alkalmából.